Sziasztok! Kiváló, köszönöm szépen! Sziasztok! Nájer Péter vagyok, és a következő 5 percben arról szeretnék meggyőzni benneteket, hogy sokkal gyorsabban és olcsóbban összetudjátok rakni, meg tudjátok valósítani ötleteiteket a webben, most, mint azt esetleg gondolnátok. Mielőtt így nagyon belevágnak, nagyon gyorsan tegye fel a kezét az, akinek van valami ötlete, hogy szívesen megcsinálom a webben, de úgy érzi, hogy idő vagy pénz hiányában nem érdemes neki fogni. Jó, azért vagytok egy pár, oké, tök jó. Az a, akkor jobb sikeres, hogyha közöltek legalább egy valaki még a héten elkezdi csinálni. Mitől lesz jó, mikor mondjuk egy ötletre az, hogy ez király, általában akkor, amikor olyan problémát megold. Például probléma lehet az, hogy a haverok Balatonfenyvesen, én Györökön vagyok és el akarok jutni oda. Ez egy probléma, az ötlet az, hogy áthajózunk a Balatonon, és az eszköz erre az ötletre, amivel megvalósítjuk, az a sárga nyíl mentén van ugye az ötlet, az eszköz pedig lehet egy katonai cirkáló, de nagyon ki fognak minket röhögni, mert abszolút nem alkalmas a feladat elvégzésére, rohadt drága, nehéz beszerezni, nehéz irányítani, tehát semmi nem könnyű vele. Ezzel szemben, aki már csinált ilyet, az a székkajakot fog javasolni. Miért jó a kajak? Azért jó a kajak, mert könnyű vinni, könnyű irányítani, olcsó, egyszerű, bárki érti, hogy működik, tehát teljesen ideális, agilis. És most élni fogok a szó viccel, szerintem ilyenek a kajak technológiák, tehát ami olcsó, egyszerű, és amivel van tapasztalatod. Most az utóbbi pont miatt ez egy szubjektív kategória, ez a kajak technológia, de bármi is legyen számodra az ilyen, azzal gyorsan tudsz haladni, és meg tudsz csinálni valamit sokkal gyorsabban, mint azt valószínűleg gondolnád. És erre élő példa a BuddyVent, amit most augusztusban fejlesztettem le, úgyhogy szabadság alatt, így itt egy naponta egy-másfél alatt foglalkoztam vele, és összeraktam 2 hét alatt valamit, ami egy ősségi problémára ad egy új megoldást. A probléma az, hogy otthon ülsz, vagy ülsz a koliszobában, mindegy, szeretnél találkozni barátod, de szeretnél valami közöset csinálni, akkor ugye mit csinálsz? Vagy elkezded telefonon hívogatni az embereket, vagy megnézed Facebookot, Twittert, ilyesmi, és valószínűleg valami ilyesmit fogsz bejárni, hogy elmész egy első emberhez, aki éppen nem ér el, második se ér el, a harmadik rá, de éppen nem azt akar csinálni, hogy csinálj, és a végén, vagy ha szerencséd van, megtalál azt a társaságot, aki valami olyasmit csinálni, te is szeretnéd csinálni. Ez egy elég nehéz folyamat. Mennyire király lenne, ha lenne egy hely, elmész egy darab weboldalra, és ott van, hogy ezek a barátaid ezt tervezik. Ez egy ordó egy komplexitású feladat lett hirtelen, az ordó olyan, de tök jó. Viszont, ja, és ha te is tudsz ilyet csinálni, de tudod, hogy én holnap akarok futni a Margit-szigeten, tehát megvan, hogy mit csinálok mikor, de nincs meg, hogy kivel, akkor csináltok én is egy ilyen eventet, látják a barátaim, jelentkeznek rá, nagyszerű. Na de meg volt az ötlet, hogyan lett ebből valami a valóságban, hogyan materializálódott ez a dolog. Ugye így jönnek be ezek a kajak technológiák, az én esetemben ez CoffeeScript volt, Python, Django, jQuery, Masters.js, ezeket mindenkinek tudom ajánlani, illetve a kedvencem Twitter Bootstrap, én programozó vagyok, tehát az összes többi technológiát valamilyen szinten, tehát nem annyira jó, mint az eredeti, de le tudom implementálni. De a Bootstrap az azért fantasztikus, mert én nem vagyok designer, abszolút nem értek hozzá, és úgy néz ki az oldal, hogy így nem hányod el magad. És ezt ingyen megkaptam a Bootstrap-től, ezt nagyon javaslom bárkinek, aki hasonló beállítottságú hozzám. A platform szintjén Heroku-t használtam, nagyon javaslom, illetve user management nincsen egyáltalán az alkalmazásban, teljesen a Facebooknak a login logikája, a friend logikája, teljesen azt az apit használom. És a Heroku-val együtt lehet használni neuralinket, illetve a Google Analytics-et is használni, ami szintén nagyon fontos szerintem, már az első pillanatok fogva, ez nem csak egy marketing eszköz. Ugye összességében 48 óra volt ezt megcsinálni, és 5000 font a domain névre, és semmi más nem kellett rá költenem. Tehát ha úgy érzitek, hogy ennyi időtök van a következő pár hónapban, akkor vágjatok neki az ötleteteknek. Nagyon a vége felé tartunk, 2 gyors tipp, az egyik az, hogyha Facebook apira fejleszetek, akkor a host fájlba be tudjátok írni a 127.001-re a neumark.badevent.com-ot, vagy akármilyen tetszőleges szállt doménjét a ti doménjéteknek, és akkor működik minden lokálisan is. Másik tipp, hogy van a Google Analytics-ben egy custom event API, amivel például, ha rákötöd egy gombnyomás, akkor meg tudod nézni, hogy Internet Explorer-ből hány nyomták meg a New Event gombot. És ebben azonnak ide, hogyha a ti CSS-etek mondjuk pont elrejti azt, amit
szeretnél mutatni a Internet Explorer-be, valami hasznos tudsz. Utolsó tipp, és szerintem ez a legjobb, amikor kész vagytok, hogyan jut el bárkihoz is, ugye programozók valamosak az van, hogy csak meg kell építés jönnek az emberek, mert ez rohadtul nem így van, és erre nagyon jó a Reddit, a Redditnek nagyon sok subredditje van, az egyik kedvencem az az, ami startupokról szól, én oda kiraktam, és rögtön jöttek a válaszok, és tudom, hogy vége az időnek, mondhatod befejezve, az első válaszok ilyenek voltak, hogy miért nem tudok belépni? Miért van az, hogy forog a pörgő már 10 percet? Én nem lépek olyan Facebook autentikált alkalmazásba, ahol nem tudom, hogy mi történik. És azonnal jött a feedback, órákon belül, hogy mit kell megváltoztatni, iszonyatosan jó érzés volt. Jó, köszönöm szépen, ennyi volt, és akkor várok mindenféle kérdések. Az első hálószót nem az volt a kérdés, hogy a Facebook API-nál mi az a legminimálisabb konfiguráció, amit be kell pipálni, hogy működjön. A Facebook API, tehát a Facebookosok eszméletlen módon küzdenek azért, hogy tudják használni az API-ukat, és ezért igazából, hogyha megnyomsz egy gombot, akkor kapsz egy Heroku alkalmazást, ami már konkrétan a te application és beállítva a Facebook kulcs, és az URL is minden. Tehát, hogy igazából van egy ilyen Facebook Heroku integráció, amit ez nagyon-nagyon egyszerű. Ott hátul láttok egy kezet. Igen. Igen, te vagy az. Az a kérdésem, hogy maga az alkalmazás, amit megvalósítottál, nekem egész végig az volt a kérdésem, hogy azért csinálod, hogy azok, akiknek nincsen Facebook account, is tudjanak jelentkezni. Erre végén mondta az esetben, hogy Facebook-ra használónak kellett. Tehát egy ilyen a Facebook-ban van? Jogos a kérdés. Az a kérdés, hogy mi mentél el ez a Facebook eventektől, ha jól értem. Tök jogos a kérdés. A válaszra az, hogy ha én el akarok menni holnap futni a Margit-szigetre, valakivel, aki ismerősöm, de mindegy, hogy kivel szinte, akkor nem fog Facebook eventet csinálni, mert ahhoz meg kell hívni embereket, és akkor meg fogom hívni a 3 évvel ezelőtti ex-barátnőmet. És én ezt nem szeretném megcsinálni. Ehhez a bodyvent.com-ra bejegyzem, amit csak a barátaim néznek, csak ők fognak rákattintani, hogy oké, okay, menjünk el futni. Lehet, hogy a barátom is látja, hogy ez ex-barátnőm, hogyha ő elmegy az oldalra, de ő nem fogja bekattintani. Tehát a polozásos jellege, hogyha nagyon technikai akkor lenni, ettől más, de hogyha meg kicsit üzleti szempontból világítjuk meg a dolgot, akkor meg arról van szó, hogy más helyzetben használod. Tessék! Mondtad, hogy 5000 forintos összköltség a Heroku URL-ig, ezek azért valahol pénzes szolgáltatások. Igen, jogos a kérdés, a válaszra az, hogy a Heroku mindenben van free tier, és a free tier az meglepően sokáig elég, illetve mondjuk egy URL-iknél az van, hogy a free tier, tehát a Heroku-nál, hogyha a free tier elfogy, akkor para van, de hogyha a nulladiknél elfogy a free tier, akkor annyi, hogy kevesebb adatot látsz, nem, nincs vége a dolognak. Igazából annyi van, hogy a, tehát is tudni kell ezeket a határokat, tehát például mit tudom én, a free tier-re, hogyha az a bázisban több mint 10 000 sor van egy táblában, akkor abban nem tudsz már többet írni. Tehát van egy pár ilyen limit, vagy mit tudom én, egy darab virtuális gépet kapsz ingyen, és hogyha annyi request, hogy ezt nem tudod egyszerre kiszolgálni, akkor nyilván újabb kell. De kezdetnek, amíg van mondjuk 71 user-ed, mert mondjuk nekem most pont annyi van, addig teljesen elégséges. Igen. Egy gyors kérdésem van, hogy lesz ebből a számra jönnem, hiszen nyilván az ember azért dolgozik, hogy végén azért van filmányi viszont az elfegyelmet. Nagyon jó a kérdés, az a kérdés, hogy hogyan lesz ebből pénz. A válasz az, hogy a motiváció között nyilván ott van mindenkinek a pénz, viszont itt van egy probléma, tehát én bármennyire is hihetetlen, nagy empátia érzek a szegény, szárnyaszeget egyetemi gólyáknak, akik egyszerűen nem tudnak kimozdulni a kollégiumból, és kénytelenek borba folytani bánatokat, és szeretném egy kicsit ezt a magányt eloszlatni. Úgyhogy van egy ilyen altruisztikus komponens is dolognak, ha semmi pénzt nem hoz, viszont ők használják, akkor már boldog vagyok. Hogyha a New Tech Meetup-on volt egy pár jó kérdésem, már boldog vagyok. Hogyha van egy pár user és tudok AB-teszteket futatni, és tanulok ebből a fel, hogyan kell produktot építeni, már boldog vagyok. És egyébként úgy tűnik, csak így a Twitter, meg egy pár ilyen hasonló kis startup alapján, hogy amikor elkezdek vinni a userek, akkor általában mindenféle user emberek feltöltenek, vannak ötleteik ilyen business case-ekkel kapcsolatban. De ez a jövő zené, ha egyáltalán. További. Még egy darab kérdésem van, hogyha akinek szar kérdésem van, ne tegye fel. Neked jó kérdésem van, mondjam. Én a Bootstrap-ről szeretnének kérdezni, hogy nem látod azt gondnak, hogy annyira sokan elkezdték használni, hogy
nagyon leri egy oldalról bootstrap-el készült, és ugye emiatt sokan meglátják az oldalat, és ebből arra gondolnak, hogy már is egy a sok jó bootstrap-es oldalat, tehát nem lesz egyedi. Világos, a kérdés megismételve az, hogy mindenki bootstrap-et használ, akarsz te is Mirka lenni, és a válasz az, hogy akarok, tehát nekem akkor fog ezt én 48-at, hogyha Mirka vagyok, és akkor lesz majd nagyon király, egyéni dizájnolt, sok millió dolláros interfészem, amikor majd lesz mondjuk 5000 userem, vagy 10, vagy 200 millió, most egyelőre még erre nincsen szükségem. Köszönöm szépen!